Jó reggelt kívánok, péntek van, Gyurcsány Ferenccel kezdjük itt a Startban a pénteket. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mit szól az a Simicska Lajos lesz a sajtószabadság legfőbb védelmezője? Legalábbis a Népszava információja szerint, amit ma reggelre jelent meg, hogyha az lesz, amit most Lázár János és aztán Rogán Antal megerősítésében a kormány szeretne, meg hát a Fidesz frakció szeretne, akkor ugye már az RTL sújtó, vagy elsősorban az sújtó reklámadót széttelítik a piacon, azt mondta Simicska Lajos, hogy na akkor médiaháború. Sok-sok évvel ezelőtt ugye azt tanultuk, hogy a lét határozza meg a tudatot. Na hát erre utalva azt mondtam, hogy a hol lét határozza meg, úgy látom a tudatát Simicska úrnak. Hát hirtelen nagy demokrata lett. Ha 5%-ot fizetnie kell, szektorális adót, akkor azonnal demokráciáért kiállt. Hát akár, hogy a komikus is lehetne az egész történet, a jobb oldalnak ez a fajta világa, de azért nem komikus, mert hogy bennünket sújtanak minden mozzalata. De azért balhi lesz akkor mondom egyszerűen, aminek a jelei azért látszottak, hogyha a Simicska világhoz tartozó sajtó az végre a dolgát tenni, és legalább csak normálisan tudósítana és értékelne, a súlyos károkat tud okozni a Fidesznek. Ugye azt mondják, akik ellenezni szokták a média működését, hogy a közmédia átalakítása és a közmédiában egy hírcsatorna indítása például, az pontosan a Simicska féle mozgások ellensúlyozására jön létre most. Én nem vagyok nagy média szakértő, és nem akarom ekként mutatni magamat a nézőknek, de azért, ha én jól látom, a köztelevízió mai nézettsége, produktuma, az azért nem ígéri azt, hogyha újabb csatornákat indítanak ugyanabban a filozófiában, a struktúrában, attól bárkinek is meg kellene ijednie. Így aztán emiatt azt gondolom, hogy nyugodtan aludhatna bárki is. Az más kérdés, hogy ezek a Simicska szövegek lényegében annak a beismerését is jelentik utólag, hogy lám-lám, hát ez a sajtó, ami hozzám tartozik, korán sem volt szabad és független, a tulajdonos politikai akaratának megfelelően manipulált, de ha akarom üzeni most a fideszes vezetőknek, másként fogunk manipulálni. Na hát közpolitika, bár tulajdonképpen ez is az a maga furcsa módja. Orbán Viktor nyilatkozott a Frankfurter Allgemeine a Zeitungnak maga az alkalomból, hogy Angela Merkel itt járt, majd távozott, és például azt mondja, hogy Angela Merkelnek valami gondja lett volna, hát biztos elmondja, de nem mondott ilyet. Meg azt is mondja, hogy nem hallott soha arról, hogy a civileket Magyarországon politikai utasításra zaklatták volna. Hát úgy látom, hogy ma reggel ilyen iróniába hajló perceink vannak. Hát elég világosan beszélt Angela Merkel. Hozzáteszem, az én várakozásaimhoz képest egyenesebben, és hát nem kell hozzá nagy diplomácia előképzettség, hogy az ember kihallja, hogy azt mondta, hogy akkor lesznek itt befektetések, hogyha kiszámítható ez a világ. Hogy a civilekre szükség van, hogy az ellenzék az nem a te ellenséged, hogy a sajtónak szabadnak kell lennie. Hát mit gondolom, miniszterelnök, ezt miért mondta? Budapesten ezt valaki azért mondja el, mert azt érzékeli, hogy ezek a területeken gond van, és akkor nem szólok arról a nagyon nyílt vitáról, ami kialakult közöttük, az illiberális demokrácia. De lehet, hogy másfajta vita is, mert azt is mondja Orbán Viktor, hogy megígérte miniszterelnök kollégáimnak az Európai Unióban, hogy mindegy, mit gondolok az Oroszország elleni szankciókról, nem fogom elmondani. Hát ugye, mert nagyon sok vád érte őt, hogy az mégsem megy, mondták a magyar miniszterelnöknek, hogy bent megszavazol mindent, és ahogy kilépsz a teremből, elkezded a közös döntést kritizálni. Na, de ezt most halljuk először, hogy emiatt szóltak volna neki. Abszolút. Hát most bevallotta, elismerte, de azért ez nyilvánosan korábban is megfogalmazott kritika volt, csak legfeljebb ő nem hallotta meg, vagy nem akarta meghallani. Vagy hát ez se, mert ugye most hallja először azt is, hogy politikai utasításokat fogadna el az ügyészség például, vagy hogy a civileket zaklatna. Se lát, se hall, de azért beszél, tehát nem olyan, mint a három majom. Azt gondolna az ember, hogy ha jó hiszem, hogy akkor egy elefántcsont toronyban él a miniszterelnök, de ezt nem gondolom, nyilvánvalóan. Hát nem mond igazat, mondjuk ezt akkor elegánsan. Ránéz a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítójára, és azt mondja, hogy ilyenek lennének Magyarországon. El sem tudom képzelni, de majd hazamegyek és körülnézek, csak éppen ezt nem tette hozzá. A német újságíró kolléga megkérdezte a Fidesz vezetők vagyonosodásával kapcsolatos ügyeket is, és erre azt mondta Orbán Viktor, hogy Magyarország egyedülálló az átláthatósági szabályaival, ezek jóval szigorúbbak a német szabályoknál, így nem meglepő, hogy a kevésbé korrupt országok közé tartozunk. Ez volt a válasza a vagyonosodásra. Hát meg nyilván önnek a mércia máshol húzódik, mint a mi
nekünk. Hát már a politikához köthető korrupciónak a szinonímáját Kósa Lajosnak, Rogán Antalnak, Szijjártó Péternek hívják, és ott van a magyar miniszterelnök is, akkor én sokszor elmondom, hogy szerintem a legvagyonosabbak közé tartozik, nyilván mások nevén vannak ezek a vagyonok. Azt mondja, hogy strómanokat használ a vagyonosodásának elrejtésére? Hát nézd, egészen biztos vagyok benne. A miniszterelnök nem keres Magyarországon rosszul, nagyjából hazavihet jó 1,5 millió forintot havonta, de abból azt a nagy, egyébként szép családot, ami őt körülveszi, több házzal, több lakással, azaz életmóddal, nem lehet egyszerűen fenntartani. Tehát ha az ember nem vak és süket, és egész egyszerűen csak hallgató józan eszére, akkor azt kell, hogy mondja, hogy nem van ott még pénz. De hát honnan? Mert hogy a vagyon bevallásából nem derül ki. Hát nem lehet, mert ez egy plebejus párt. Már hogy a Fidesz, azt is mondta. Hozzám Pokorni Zoltánnak az értékelése az urizálásról, az közelebb van. Én ugye a jobbmód emberek közé tartozom, de azt hiszem, hogy mégis az úgy van rendjén, hogy az ember nem teregeti ki a jómódját órával, úszómedencés házzal és pasaparkos lakásokkal. Ez azt hiszem nincsen egész egyszerűen rendben. Csoda tudja, hogy a miniszterelnök, hogy mondjam, arcpír nélkül hogyan tud ilyeneket mondani. Lán azt gondolja, hogy a németek ezt elhiszik, mert hát olyan keveset tudnak Magyarországról. Na de a kultúrák együttéléséről viszont sokat. Mert hogy pontosan Németország az egyik legbefogadóbb társadalom és ország Európában. Most ehhez képest azt mondta Orbán Viktor, hogy utolsó idézett tőle, hogy a kultúrák együttélése hatalmas feladat és kockázatos. Magyarország nem vállalta ezt a kockázatot, és a jövőben sem vállalja. Ezt megfejelte ugye tegnap Rogán Antal azzal a hírrel, hogy a határok tulajdonképpen lezárásáról beszélgettek a Fidesz frakcióban, a bevándorlók előtti lezárásáról nyilván. Gyorsan hadd mondjak legalább két dolgot erre. Az egyik, hogy muszáj azt mondanom a nézőknek és a demokratikus ellenzéki pártoknak, hogy ne ügyenek már föl egy a kormány által kreált problémának a megoldására, amit utána majd a kormány meg is ord nekünk, és hálások lehetünk érte. Magyarországon nincs menekültügyi probléma. Önök is itt a híradóban beszámoltak tegnapi menekülteknek a lekapcsolásáról. Mindegyik menekült hova igyekezett? Németországba. Nagyon sokan sértik meg a magyar határt, de eszük ágában nincsen a szociális biztonságot és munkahelyet egyáltalán nem ígérő Magyarországon maradni. Ez drámai történet. Én úgy látom, hogy sokadszor elkezdjük a Fidesz forgatókönyve szerint alakítani a sorsunkat, miközben ez csak arra jó, hogy más problémákról elvigye a figyelmet. De önmagát kereszténynek és Szent István örökösének tartó politikai, kultúra és világ, mi a csodát tud azzal kezdeni, az a keresztényi mi voltával, amely sokkal inkább a Szent Istváni tanítás hoz kell, hogy közel legyen. Hogyan mondja Imre Hercegnek Intel, melyben az egynyelvű, egyszokású ország gyenge és esendő. Én is ezt gondolom. Angela Merkelnek van igaza. Az a képessége Németországnak, hogy nagyon sok különböző kultúrájú, vallású embert fogadott be az elmúlt jó néhány 10 évben, ezt tette többek között erőssé. Én is ezt gondolom. Svábok, szászok, zsidók, bunyevácok, tótok alkotják a mi felmenőinket, őseinket. Egy nagyon színes világ ez a magyar világ. Hogyan gondolnám nézőjelnek, hogy hirtelen bezárkózzunk, még akkor is, hogyha van bennünk hajlam, ismerem a magyar népelket. Putyin, akivel tárgyalt hajdanában ön is, miniszterelnökként, és aki érkezik Budapestre, Orbán Viktor szerint azért, mert muszáj megegyeznünk a hosszú távú gázszerződés ügyében az orosz elnökkel. Mit gondol erről? Hát nem feltétlenül. A legnagyobb vita egyébként éppen az, hogy kell-e és érdekében állni Magyarországnak most hosszú távú gázszerződés kötnie, vagy sem. Hozzáteszem, egy évvel ezelőtt még a kormány is inkább arra hajlott, hogy nem. Meg tudjuk-e mondani 20-30 évre előre, hogy mennyi gáz kell nekünk, és milyen áron? Én szerintem, ha szabad kötni, akkor csak akkor. Ha két tekintetben rendkívül rugalmas a szerződés. Egy, mennyi gázt hozunk el, most nagyjából 5 millió köbmétert, és hogy milyen áron. Ma a Nyugat-Európából érkező gáz, az 15-20% olcsóbb, mint az Oroszországból érkező gáz, és most van kettő olyan vezetékünk, Szlovákia és Ausztria felől, aminek az összkapacitása lényegében elegendő ahhoz az 5 milliárd köbméterhez, az 5 milliót mondtam, ugye? 5 milliárd köbméterhez, ami nekünk exportból kell. De nincs róla normális, nyilvános beszélgetés, ezzel is úgy fogunk járni, mint a Paks 2-vel, hogy egyszer csak bejelentik, hogy hát akkor itt van, megkötöttem.
Ma reggel a magyarországi romák helyzete gyakran lesz téma, jön Dúró Dóra, jön Daróczi Gábor, hát és ön is megszólalt áttételesen ebben az ügyben, amikor Pásztor Albert miskolci polgármester jelölését tévedésnek, hibának nevezte, mert hogy nem elég antirasszistának lenni, annak is kell látszani, mondta. Ehhez képest az alelnöke Debreceni József egy nagyon sokak által vitatott könyvet jelentetett meg a magyarországi roma kérdésről, ezt szintén rasszistának tekintik nagyon sokan. Nagyon érzékeny téma, ez kellett most megszólalni a Pásztor Albert ügyben így fél évvel később? Nekünk ugye ez akkor is, meg azóta is nagyon sok fejfájást okozott, és sok vitát belül. Akkor sem volt, hogy mondjam, ellen szavazat nélküli a döntés, azóta pedig úgy tűnt, hogy azoknak volt igaza, én is ezt gondolom, akik azt mondták, hogy dacára annak, hogy egy tisztességes, rendes emberrel állunk szembe, a roma ügyben tett megjegyzései kifejezetten alkalmasak arra, hogy az egészet kriminalizálják. És de csak ha nyert volna, akkor most ugyanígy gondolkodna róla? Megkérdezték ezt már tőlem. Nyilvánossággal ezzel? Pokoli nehéz lenne, be kell valljam, most beleképzelnem magat abban a helyzetben, és nem akarok itt farizeus lenni. De az, hogy nem, tehát nem tudom, mit mondanék akkor. Nem akarom itt önmagamat ünnepelgetni, hogy én akkor is az erkölcsi bajnokként itt önmagam ruháját megszorgatnám. De az, hogy nem nyert, az elég világos üzenet nekem is. A választók számára ez a magatartás és ez a habitus nem honorálható, és lehet, hogy akkor ők ítélnek jobban, és mi ítéltünk rosszabbul. Azt mondta, hogy 16-ban előrehozott választások kellenének, és hogy a DK radikális lesz az Orbán rendszerrel szemben. Ez utóbbi nem nagyon látszik egyelőre, nem tudom, mire gondol, és a 16-os választás is mintha elég távolinak tűnne. Időben nem annyira, mint a valóságban. Ugye azt mondom, hogy egyszerre kell lenni radikálisnak és egyszerre józomnak. Radikálisnak a rendszer elutasításában. Mérsékeltnek az azt követő időszakra vonatkozó tervekben, ahogy tetszik, nem szabad ígérni Kánaánt nézőknek. Nézd, a radikalizmus az egyértelmű kompromisszum nélkül elutasítása a NER-nek, ezernyi gesztussal a parlamenten kívül, amit egy ellenzéki párt megtehet, azt tesszük. Na, még egy utolsó. Szanyi Tibor, nem tudom, az ő mondatait akarja kommentálni, azt mondta, hogy ez vadkapitalista kalandorbanda, makacsula baloldal vérét szívja, mondta az ön évértékelőjét kommentálva és minősítve. Olyan sok csúnya dolog van a magyar politikában, nem kell ennek a számát szaporítani. És ezek a mondatok olyanok, hogy akaratlanul, ha kommentálnám, akkor magam is ahhoz zárulnék hozzá, hogy mondjam, növekedjen a mocsok, és még borúsabb legyen a kép. Hát, ha nem haragszik olyan, hogy a nézők, ez az egy kérdése, aminek az érdemi kommentálásától eltekintenék. Nagyon lent van ez az egész történet. De ugye ez a történet az alapvetően az együttműködés esélyéről szól. Arról visszamenőleg is megkérdezi Szanyi Tibor azt, hogy kellett-e önökkel együttműködni, előre nézve pedig gyakorlatilag kizárja. Nem tudom, hogy Szanyi Tibor tagja egyáltalán a pártja elnökségének, bizonytalan vagyok benne. De a pártja európai parlamenti képviselője. Abban biztos vagyok ebben a végső szót nem ő fogja kimondani, hanem a párt elnöksége, akkor, amikor eljön ennek az ideje. Ő rájuk figyelek, Tiborra most már nagyon régóta nem. Van fontosabb történés is Magyarországon, az energiáim pedig korlátozottak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és az energiáiból áldozott. Köszönöm szépen.